Kedves nézőink, hát az elmúlt időszakban leginkább csak az orosz-ukrán háborúról beszélgettünk a vendégeinkkel, és hát a beszélgetések egy részében természetesen ki kellett térni Lengyelországra is, és most is így fogunk tenni. Gordon István köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Akkor légy szíves, segítsél nekünk, van-e valami friss fejlemény lengyel belpolitikában, amire hatással van ez az egész orosz-ukrán háború? Hát friss fejlemény folyamatosan van, mint tudjuk Lengyelországban, és a lengyel politikusoknak most a friss fejlemény az, hogy ki hogyan reagál ezekre az elmúlt napi történésekre, vagy hogyan reagáltak a háború kitörése előtt, alatt, az első pillanataiban. Kezdjük a legfrissebb értesüléssel. Itt az ideje, hogy egy kicsikét megerősítsék a határmenti vajdaságoknak a védelmi színvonalát, ugyanis voltak harcok, amelyek mindössze 15 kilométerre közelítették meg a lengyel határt. Ne felejtsük el, hogy a lengyel-belarusz határon hónapok óta óriási feszültség alakult ki, több fura eseményre is sort került, provokációkra Belarus részről, de nem tudták a lengyelek eldönteni, hogy a provokációt vétők, azok most belarusz, vagy pedig orosz katonák, ismerős a belarusz-orosz jó viszony. A lényeg az, hogy mintegy 30 ezer orosz katona sorakozott fel a belarusz-lengyel határon, és hát bizony füllel hallható, szemmel alig látható történései voltak, mondom, a minapi összecsapásoknak. És egy érdekesség, köztudott, hogy Lengyelországban még mindig van vásárlási tilalom vasárnap, azonban pontosan ezekben a vajdaságokban, ott a határhoz közeleső vajdaságokban, mint például a Kárpátaljaiban és a Lublinban, átmenetileg felfüggesztették. Talán mindenki hallotta, hogy a lengyelek hihetetlen mértékben veszik ki részüket az ukránok, az ukrán menekültek támogatásában. A legfrissebb értesülések szerint több mint 300 ezer ukrán találta meg most már azt a lehetőséget, hogy lengyel földön töltötte az éjszakáját, minden segítséget megadnak nekik, nagyon fel voltak készülve a lengyelek, folyamatosan szállítják el azokat, akik tovább akarnak menni, minden lehetőséget biztosítanak a számukra. Szóval nekifutok még egyszer, ez úgy látszik most nagyon nem jött össze. Szóval mielőtt bekapcsoltunk volna téged, beszélgetünk röviden egy sporthoz kapcsolódó történésről is, ami úgy szintén érdekes lehet itt Lengyelországban. Hát itt sok minden történt a sport terén. Az első, még a háború el sem indult, és a következő történt. Március 24-én került volna sor a Katarban lesz a foci VB, és pótselejtezőt játszanak európai szinten is, és március 24-én találkozott volna a sorsolás. Így hozta, ez dobta ki nekünk a sors, Moszkvában az Oroszország-Lengyelország foci meccsre. Itt már jelezték a lengyelek, hogy nem áll szándékukban erre a találkozóra elutazni. Ahogy teltek a napok, kirobbant a háború, közölték a lengyelek, hogy nem játszanak Oroszország ellen. Utána megint teltek a napok, beszélünk tulajdonképpen, egy-két napról van szó. A lényeg az, hogy péntek éjszaka összegyűltek a lengyel válogatott játékosok hajnalig tartó megbeszélésen, és Lewandowski vezetésével, mert ugye ő a csapatkapitány, eldöntötték, hogy bárhogy is dönt a FIFA és az UEFA, bármilyen döntést hozott döntést, ők nem hajlandók ezt a mérkőzést lejátszani. Bármi is a büntetésük. A FIFA meg az UEFA olyan döntést hozott, eléggé váratlanul. Tudni lehet, hogy vannak olyan nemzetközi labdarúgó vezetők, akik Putyin tenyeréből esznek, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Különböző kapcsolatok fűzik őket egymáshoz, de a lényeg az, hogy nem használhatják Oroszország himnuszát és zászlaját. A lengyel játékosok közölték, hogy ők erre tesznek, még pedig magasról, és sem nem születhet olyan döntés, amely őket arra kötelezné, hogy elmenjenek Moszkvába,
vagy bárhova ezen a bolygón, hogy lejátsszák a mérkőzésüket. És ehhez ők tartják magukat, függetlenül attól, hogy a FIFA ezt és az UEFA ezt követően felfüggesztette az orosz klubcsapatok, illetve az orosz válogatott játszási jogát, majd meglátjuk, mi lesz belőle, de a sport nagyon sok területén. Holnap után kerülne sor például az orosz-lengyel női kézilabda válogatottak Európa-bajnoki selejtezőjére. Szintén közölték a Lengyel Kézilabda Szövetség vezetői, nem kerül erre a mérkőzésre, nem kerülhet sor. De folytatom tovább. A hétvégén egy komoly síugró verseny volt, világkupa, Lahtiban. Ezen már tiltakozások voltak, hiszen a háború már javában folyt. A lengyel tudósítók, akik a versenyről, a síugró versenyről tudósítottak, saját szemmel láttam a versenyt, én régóta nagy híve vagyok a síugrásnak, és az utóbbi időben nagyon feljöttek az orosz síugrók, és úgy tiltakoztak ellenük, hogy egyszerűen amikor ugrottak, azt a részt nem közvetették, a lengyel riporterek elhallgattak. Uh-huh. Tették ezt az egyik lengyel csatornán és az Eurosport lengyel adásában. Nem ért ebben véget, ugyanis leugrott az orosz Klimov, aki a legjobb közülük, a világ élvonalában van, és fölmutatott egy orosz zászlót. Erre utána ugrott a lengyel Stoch, aki szintén előkapott egy valamit a zsebéből, amire nagyon egy nagyon elegáns válasszal, méghozzá azt mondta, vagyis azt írta, hogy ne legyen háború, és nekünk, sportolóknak a mérkőzések, a versenyek során kell összemérni tudásunkat, egymással megmérkőznünk, és nem a csatatéren. Sorolhatnám még, nagyon sok sportág, például a salakmotor, az legalább olyan népszerű sportág Lengyelországban, mint igen, a síugrás, tudom. Ők sem hajlandók orosz versenyzőket, a világ élvonala ugyanis Lengyelországban versenyez, mert ott vannak a legnagyobb versenyek, nem hajlandók engedélyezni az orosz versenyzőknek a részvételét, de tényleg sorolhatnám tovább. Azt mondd meg nekem, hogy ebből lehet valami visszaút? Tehát, hogy, mert oké, most feszült a helyzet. Nem a háborúról beszélünk, most a sportról beszélünk. Hogy nem állnak ki, nem közvetítik, stb. Lehet-e innen visszalépni? Tehát, hogy története ugyanúgy, mint mondjuk ezelőtt 2 évvel. Aránylag normális viszony. Én csak egy dolgot mondok. Létezik a szolidaritás nagybetűvel. A szolidaritás szakszervezete. Az 1980-as évek, ott éltem Lengyelországban szinte az egész évtizedet, tehát saját bőrömön tapasztaltam. Lengyelországban bevezették a rendkívüli állapotot, hadi állapot, szükségállapotot, stanvojenni lengyel, aki ahogy hívja. A lényeg az, hogy ezt 2 évre rá megszüntették. De a lengyelek fejében, és sajnos az én fejemben is, mert átéltem, ez a rendkívüli állapot ugyan de jure megszűnt, de de facto létezett. És a lengyelek nem adták föl a harcukat, és nem voltak hajlandók meghátrálni. Holott csak jogilag szüntette meg az akkori kormány a rendkívüli állapot, az intézkedései továbbra is ugyanolyan durván érintették a lengyeleket, a lengyel lakosságot. Küzdöttek addig, amíg el nem érték az igazukat, és egészen a rendszerváltásig. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezek a lengyel sportolók más a mentalitásuk, mint nekünk magyaroknak, nem hajlandók megalkudni, és nem is fognak. Hát hogy mondjak csak néhány példát nagyon röviden a kulturális élet területéről. Például az egyik tévécsatorna megszüntette a mai nappal az orosz sorozatok közvetítését. Ott népszerűek az orosz sorozatok, de vállalják ezt. A Lengyel Filmművészek Szövetsége külön felhívta az ukrán filmesek figyelmét, hogy azok az ukrán filmesek, akik nehéz helyzetben vannak, elvesztették állásukat, vagy úgy érzik, hogy többet tudnának tenni hazájukért Lengyelországban, őket várják és munkát adnak nekik. Ugyancsak egy a filmművészet területéről van egy hír, nagyon sok filmfesztivált rendeznek egy évben Lengyelországban. A filmfesztiválok vezetősége közölte, nem hajlandók idén, legalábbis egyelőre, nem hajlandók orosz filmet bemutatni. A
azt tudjuk, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválról kizárták az oroszokat, szerveznek egész évben koncerteket az egész ország területén, minden bevételt az ukránok számára utalják át. Most mondhatnám, sorolnám, hogy például az oroszok, a lengyelek leghíresebb énekese, magyarok nem, Magyarországon nem annyira ismert, de opera énekese, tenor, lemondta a május 25-i moszkvai vendégszereplését. Nem ismernek a lengyelek megalkuvást. Ők küzdenek, és nem véletlen, hogy ők már eddig 300 ezer lengyelt fogadtak, hogy minden készen áll a rendelkezésükre. Mentőkórházat küldenek vonat formájában például Ukrajnába, és hozzá kell a sérülteket. Ezrek számára van szabad férőhely. Covid azért még tart, a háborúval, már egyesek azt mondják, hogy a háborúval véget ért a Covid, gúnyosan mondják persze, de több ezer hely van lengyel kórházakban az orosz hadisebesültek számára, és a lengyelek ezt megteszik. És nem véletlen, hogy megteszik, mert a vezetőik az első pillanatban, akár a köztársasági elnök Duda, akár a miniszterelnök Morawiecki, sőt még Kaczyński is, vele kezdem, ő volt az, akinek aztán köze nincs a sporthoz, nem foglalkozik, ő is az első pillanatban üdvözölte a Lengyel Labdarúgó Szövetség döntését, hogy nem játszunk az oroszok ellen, Kaczyński. Morawiecki még egy mondat, kettő, Morawiecki folyamatos kapcsolatban áll, most már nem tudom, hogy még mindig lehetőség van erre, a lengyel elnökkel, járt nála a háború előtti napon, és minden nap telefonon beszélnek, és minden lengyel vezető, a közjogi méltóság a legnagyobbak, agressziónak, háborúnak, bestiális tettnek, a második világháborúra emlékeztető cselekedetnek nevezi. Azt mondja Morawiecki, hogy visszatértek a második világháború démonai. Tehát úgy elítélik az oroszok, kirobbantotta háborút, ahogy az a, hát úgymond a nagykönyvben meg van írva. Oké. Azt fogjuk csinálni, ha ezt javasolhatom neked, hogy rövidesen, reményeim szerint újból fogunk tudni beszélgetni, és akkor arra lennék kíváncsi, mert azért már mondjuk egy hét múlva, két hét múlva okosabbak vagyunk, hogy mindez a háborús konfliktus és az arra adott lengyel válaszok milyen mértékben tudják befolyásolni a belpolitikai szereplők megítélését. Mert ez is egy fontos kérdés, hiszen Lengyelországban jövőre fognak választani, ha jól tudom, és azért nem muzsikált mindig jól ez a jelenlegi kormánypárti többség. Egy mondatot kérek, tényleg egy mondat. Jelen pillanatban, ahogy eddig nem szűnt meg, a bármi történt, a belpolitikában ütötték, vágták egymást a kormánypártiak és az ellenzékiek. Most egy Lengyelországban. Értettem. Jó. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.